Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Szilvási Dani vagyok, és ez a BMW Motorsport szeptemberi hírlevél videója. Zsöme a kamera mögött, én pedig előtte visszatértünk, igaz, egy megújult stílusban. Ahogy véget ért a nyarunk és a 2024-es szezonunk, mi neki is láttunk a 2025-ös szezonunk megtervezésének, nem mással, mint egy maratoni kickoff meetinggel, ami közel 11 órás volt. Itt elköszöntünk a régi csapatvezetőség, és megválasztottuk az újakat, illetve értékeltük a tavalyi szezonunkat, és kitűztük a célokat is erre a 2025-ös szezonra. Idén ősszel is megrendeztük a féléves tagfelvételünket, amire most kifejezetten nagy szükségünk volt, ugyanis csak 59-en maradtunk a csapatba, miután a lediplomázott csapattagjaink elköszöntek tőlünk. A fantasztikus kársainknak és a kifejezetten jó infoestünknek köszönhetően több mint 70 ember jelentkezett a csapatba, így hogy még a jelentkezési időt is meghosszabbítottuk, és ebből a 70-ből sikeresen közölhetem, hogy kereken 50 új tagot fel is vettünk, akikkel már nagyon várjuk a közös munkát. Az őszi időszakban a szezon utáni tesztekre összpontosítottunk, ami azért volt fontos, mert kipróbáltuk és validáltuk a szezon közbeni fejlesztéseinket. Ez egy fantasztikus iránymutatást tud nekünk arról adni, hogy hogyan tervezzük a 2025-ös versenyautónkat. Szeptember 18-án ellátogattunk a magyar vállalatvezetők üzleti közösségének eseményére, ahol bemutathattuk a csapatunkat. A hónap végén pedig elmentünk a Varin Expo 3D Tech kiállítás és konferenciára, ahol fantasztikus előadásokat hallgathattunk meg a digitalizációról és gyártás technológiáról is. Utólag is köszönjük a meghívást mindkettő eseménynek, nagyon hálásak vagyunk érte. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan haladunk az új versenyautónk fejlesztésével, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el a kis csengőt sem benyomni. Továbbá kövessetek minket TikTokon, Facebookon és Instagramon is. A következő videóban találkozunk. Hajrá Motorsport! Sziasztok!